Iraki és szíriai célpontokra mért csapást az amerikai hadsereg. Ez a válasz arra, hogy Jordániában amerikai katonákat öltek meg. Napok óta nem találják azt az afgán migránst, aki luggal öntött le egy édesanyját és kislányait Angliában, újabb támadásra készülhet. Késsel és kalapáccsal támadt utasokra egy párizsi pályaudvaron egy afrikai bevándorló ma reggel. A merénylőt elfogták. Pokolgép robbant Athénban, ma hajnalban az egyik minisztérium épületénél. A görög terrorellenes hatóság nyomoz. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! Betartotta fenyegetését az Egyesült Államok és válaszcsapásokat kezdett iraki és szíriai fegyveres csoportok ellen múlt éjszaka. Washingtoni beszámolók szerint ez még csak a kezdete annak a megtorló akciónak, amit Joe Biden amerikai elnök rendelt el, miután a múlt héten Jordániában dróntámadás ért egy támaszpontot, amiben 3 amerikai katona vesztette életét. Az amerikai légierő nehéz bombázói 85 célpontot támadtak, többek között fegyver és lőszerraktárakat. Irak területéről legkevesebb 16 halálos áldozatot jelentettek, helyi jelentések szerint civilek is életüket vesztették a támadásban. Egymás után szálltak fel a B-1-es nehézbombázók egy amerikai támaszpontról péntek éjjel. Az erről készült felvételeket az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tette közzé, azonban a pontos helyszínt nem közölték. A hivatalos jelentések szerint a gépek az iráni forradalmi gárda és az általa támogatott fegyveres csoportok létesítményeire mértek csapást, Irakban és Szíriában. Az amerikai elnök közösségi oldalán erősítette meg a támadást. Joe Biden bejegyzésében úgy fogalmazott, nem keresünk konfliktust a Közel-Keleten, vagy bárhol máshol a világon, de mindazoknak, akik ártani akarnak nekünk, válaszolni fogunk. A washingtoni vezetés egy múlt vasárnapi jordániai dróntámadást torolt meg, amelyben 3 amerikai katona életét vesztette, több mint 40-en pedig megsérültek. Az elesett fegyveresek holttestét pénteken katonai tiszteletadás mellett fogadta az amerikai elnök egy delaware-i légitámaszponton. Joe Biden már a hét elején válaszcsapásokat ígért, amelyek akár napokig tarthatnak. A Pentagon jelentése szerint október óta több mint 160 támadásért amerikai célpontokat a Közel-Keleten, azonban az egy héttel ezelőtti volt az első eset, hogy ilyen akcióban amerikai katonák haltak meg. Az október 7-én Izrael ellen elkövetett aljas Hamas támadást követően az Irán által támogatott terrorista csoportok megpróbáltak még nagyobb zűrzavart kelteni, mint például a Vörös-tengeren a kereskedelmi hajókat támadó húszik. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy elkerüljük a szélesebb körű konfliktust a régióban, de minden szükséges intézkedést megteszünk az Egyesült Államok érdekeinek és népének védelmében, hangsúlyozta a washingtoni védelmi miniszter. A teheráni vezetés tagadta, hogy közük lenne az amerikai támaszpont elleni támadáshoz, az iráni elnök azonban pénteken, még az amerikai válaszcsapás előtt leszögezte, hogy erős reakcióra számíthat az, aki ártani próbál Iránnak. Korábban, amikor az Egyesült Államok az iszlám Iránnal akart tárgyalni, a fenyegetések nyelvét használta, és azt mondta, a katonai beavatkozás is elképzelhető. Most nem hallani ezeket a szavakat, még azt is hallani a másik oldaltól, hogy nem áll szándékukban konfliktusba kerülni Iránnal. Mi nem fogunk háborút indítani, de ha egy ország erőszakoskodni akar velünk, akkor az iráni iszlám köztársaság határozott választ fogadni, fogalmazott Ebrahim Raisi. Az iraki haderő jelentése szerint az ország Szíriával közös határánál csapódtak be a lövedékek, közleményükben kiemelték, a légicsapások sértik Irak szuverenitását, aláássák a bagdadi kormány erőfeszítéseit, és olyan fenyegetést jelentenek, amely az egész régióban súlyos következményekkel járhat. Izraeli légicsapás érte a gázai övezet déli részén lévő Rafahot, 2 lakóépület megrongálódott, 13-an meghaltak. Az ENSZ szerint a jelenleg Hán Yunis térségében zajló harcok miatt több ezer ember menekült Rafahba, ahol a gázai övezet lakosságának már több mint fele zsúfolódott össze. Legtöbbjük idéglenes menedékhelyen, sátrakban vagy szabad ég alatt él. A térségben súlyos víz, élelmiszer és gyógyszer hiánnyal küzdenek.
Orosz dróntámadás érte Ukrajnát ma hajnalban az akció Krivyi Rih városának energetikai létesítményében okozott károkat. A hatóságok szerint emiatt több ezer ember maradt áram nélkül. Ráadásul leállt a vízellátás és a fűtés is pont akkor, amikor a térségben fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Az orosz hadsereg immár második napja támadja drónokkal Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szülővárosát. A brit rendőrség még mindig nem találja azt az afgán migránst, aki a héten maruanyaggal, lúggal öntött arcon egy nőt és két gyermekét. Az elkövető illegális bevándorlóként érkezett az Egyesült Királyságba, ahol korábban már szexuális bűnözőként a hatóságok látókörébe került. Ki is akarták utasítani, azonban időközben a muszlimról áttért a keresztény hitre. Ezért maradhatott Nagy-Britanniában. A zsírszódával elkövetett támadás Dél-London Clapham negyedében történt szerdán. Az elkövetőt azóta sem találja a rendőrség. A merénylő a maruanyagot egy fiatal nőre és két gyermekére, egy 3, illetve 8 éves kislányra locsolta, majd elmenekült. A szemtanúk elborzadva beszéltek a történtekről. Volt, aki azt hallotta, hogy a megtámadott nő azt kiabálja, hogy nem lát, és hogy segítsenek neki. Szörnyű volt hallani. A nő először azt kiabálta, hogy állj, ne, aztán sikoltozni kezdett, mondta egy szemtanú. Az incidensnek több sérültje van, mert mindenki, aki a nőn és a gyermekeken segíteni próbált, és hozzájuk ért, az szintén megsebesítette a támadásnál használt vegyszer. Összesen 12-en kerültek kórházba, az anya és 3 éves kislánya élethosszig tartó sérüléseket szenvedtek. A rendőrség hajtóvadászatot indított, hogy megtalálja a brutális támadás elkövetőjét. A férfi Newcastle-ből érkezett, és úgy gondoljuk, oda is ment vissza. Igaz, ez csak feltételezés. Együttműködünk mindenkivel, hogy minél előbb megtaláljuk az elkövetőt, mondta a rendőrség szóvivője. A merénylő azonban napok óta szökésben van. A brit rendőrség két fényképet is közzétett róla. Az egyiken sértetlen, a másikon sebb helyes az arca. Arra figyelmeztettek, hogy senki ne közelítse meg, mert továbbra is veszélyes lehet. A 35 éves elkövető egyébként nem ismeretlen a brit hatóságok előtt. Abdul Shakur Ezedi afgán állampolgár, aki egy teherautóban elbújva érkezett illegálisan az Egyesült Királyságba még 2016-ban. Két évvel később nemi erőszak elkövetése miatt vádat emeltek ellene. A bíróság bűnösnek találta, de csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és 10 évre bekerült a neve a szexuális erőszakot elkövetők nyilvántartásába. A hatóságok kétszer elutasították ugyan a menedékjogi kérelmét, de harmadszorra 2020-ban mégis megadták neki, miután áttért a keresztény hitre, és azt állította, nem tud hazatérni, mert Afganisztánban immár új vallása miatt üldöznék. Késsel és kalapáccsal támadt utasokra egy férfi az egyik párizsi pályaudvaron ma reggel. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben megsérültek. Mindhárom áldozatot kórházba szállították. A rendőrség letartóztatott egy 32 éves mali származású férfit, akinek olaszországi tartózkodási engedélye van. Őt gyanúsítják a merénylettel. Az is kiderült, hogy a támadás előtt felgyújtott egy hátizsákot is a pályaudvar mozgó lépcsőjén. Az indítékáról részleteket nem közöltek. A francia sajtó úgy tudja, a tettes mentális problémákkal küzd. Esetleges terrorista kapcsolatait még vizsgálják, de a férfit jelenleg nem a rendőrségen, hanem a pszichiátrián tartják megfigyelés alatt. 5 pakisztáni bevándorlót gyanúsítanak a szerda esti temesvári migránsgyilkosság elkövetésével. A férfiakat előzetes letartóztatásba helyezték. A román ügyészség szerint az 5 elkövető spontán együtt rontott rá a szintén bevándorló afgán áldozatra, akit megrugdostak, vascsővel ütlegeltek és többször is megkéseltek a nyílt utcán. Az eset után a pakisztániak megpróbáltak elszökni Romániából, de elfogták őket. Bosznia-Hercegovinában csak januárban 3 késelés történt az ott táborozó migránsok között. Ez is mutatja, hogy a különböző etnikumú csoportok között egyre nő a feszültség. A helyi lakosok közben szeretnék visszakapni a migránsok által belakott épületeket, ám erre nincs lehetőség, amíg az illegális bevándorlók száma nem csökken az országban, ehhez azonban a határvédelmet kellene megerősíteni. Tóth Diana tudósított.
A létszámhiány az, ami gondot jelent, és amit orvosolni kellene a határrendészetnél, mert jelenleg nincs elegendő kapacitásuk arra, hogy hatékonyan védjék az ország határait. 25 kilométerenként mindössze egy rendőr jut egy-egy határszakaszra. Szlovéniában a tél és a határellenőrzés újbóli bevezetése ellenére sem csökken a migrációs nyomás. Januárban csaknem 30%-kal több határsértőt kellett feltartóztatni, mint egy évvel korábban. A migrációs nyomás főként azután nőtt meg, hogy Horvátország tavaly csatlakozott a Schengen övezethez, és megszűnt a határellenőrzés a két ország között. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezett. A szakemberek szerint az illegális migráns áradat növekedésének többek között továbbra is az az oka, hogy az Európai Unió politikailag és jogilag nem ismeri el, hogy a menedékjog intézménye óriási mértékű visszaélésének vagyunk tanúi. Szankciók nincsenek, de a problémához hozzájárul Horvátország csatlakozása a Schengeni övezethez, és nem utolsó sorban a szlovén-horvát határszakaszon a kerítés folyamatos lebontása is. Románia úgynevezett mini Schengent hozna létre Bulgáriával és Görögországgal, azaz megszüntetnék a három ország közötti határellenőrzést. Bizonyítani szeretnék, hogy a határok megnyitása nem növeli az illegális migrációt. A döntéshozókat egyelőre nem győzték meg, hiszen a rendőröknek a határnyitás nélkül is egyre nagyobb gondot okoznak az embercsempészek és a migránsok. Bukarest, Bot Eszter. Bolgár-román határon is folyamatosan kapnak el migráns csoportokat. Legutóbb például 13 szíriai bevándorló egy török kamionban elrejtőzve próbált észrevétlenül átjutni a határon. Állításuk szerint az úti céljuk Németország lett volna. De a migránsok nem csak a határon, hanem Románia területén is egyre több gondot okoznak. Néhány napja például Temesváron a rivális migráns bandák közötti utcai leszámolásban egy afgán fiatalember vesztette életét. Pokolgép robbant Athén központjában, a munkaügyi és szociális védelmi minisztérium közelében ma hajnalban. Sérültekről nem érkezett hír, de az épület megrongálódott, és több szomszédos házablaka is kitört. Sajtóhírek szerint a robbanás előtt telefonon egy ismeretlen személy értesítette a görög sajtót, hogy 40 percen belül bomba fog robbanni a minisztérium épületénél. Egy anarchista csoport már is vállalta a felelősséget a merényletért. Az esetet a görög ellenes szolgálat vizsgálja. Akár már márciusban csődbe mehetett volna Ukrajna, ha az uniós csúcson nem szavazták volna meg nekik az újabb támogatást. Ezt mondják elemzők, akik szerint Magyarország minden célját elérte a csúcson, ugyanis a támogatások sorsa követhetővé és ellenőrizhetővé vált. Nem lehet fegyvert vásárolni a segélyből, illetve a hazánknak járó uniós források sem kerülhetnek Ukrajnába. Ukrajna az Európai Uniótól kapott források nagy részét költségvetésének kiegészítésére fordítja, közölte az ukrán miniszterelnök a közösségi oldalán. Denis Smihál azt írta, az 50 milliárd eurós támogatásból 39 milliárdot Ukrajna költségvetésében, 8 milliárd eurót pedig speciális befektetési eszközként használnak fel. Csütörtökön nyílt meg a kapu az Ukrajnának szánt, 4 évre szóló 50 milliárd eurós támogatás előtt, ugyanis kompromisszum született, és magyar javaslatra a záró dokumentumba beépítették, hogy a tagállamoknak joguk lesz felülvizsgálni a támogatásokat, illetve a magyarok pénze sem kerülhet Ukrajnába. Mi nem adunk pénzt arra, hogy abból fegyvert vásároljanak. Magyarország a béke oldalán áll, és nem ad pénzt arra, hogy Ukrajnába fegyver kerüljön, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, az 50 milliárd eurót az ukrán állam működésére kell fordítani. Ez az 50 milliárd, amiről most beszélünk, ez nem fegyverre megy. Tehát ez nem egy fegyveres támogatásnak a pénzügyi alapja, hanem ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. Ugyanis az Ukrajna, az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztetőgépen van
ha az amerikaiak és mi európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Láthattuk azt is, hogy milyen hihetetlen kapkodásba kezdett a brüsszeli elit. Ukrajna a nyugdíjakat és a katonákat sem tudta volna fizetni az 50 milliárdos EU segély nélkül. Nem véletlen, hogy Brüsszel mindent megtett a támogatás áterültetéséért. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt. Koskovics Zoltán szerint azonban ez a pénz csak Kijev költségeinek harmadát fedezi, és az EU-t követve az Egyesült Államoknak is szerepet kell vállalnia a finanszírozásban. Az Európai Tanács megtette azt, ami a kötelessége, és most várjuk, hogy a Biden adminisztráció mit tud lépni. Én azonban nem látom Bidenékban azt az óriási kedvet, hogy további amerikai adófizető dollárokat utaljanak ki Ukrajnába. Az elemző szerint Kijev támogatása az idei amerikai választások miatt kellemetlen téma Joe Bidennek, ugyanis egyre kevesebben gondolják úgy, hogy az amerikai adófizetők pénzét az ukrajnai háborúra kellene költeni. A pénzútját nyomon követni, főleg az olyan pénzútját, ami tényleg az államnak a fenntartására szolgál, az talán egy fokkal egyszerűbb. Magyarország minden célját elérte az uniós csúcson, ugyanis a támogatások sorsa követhetővé és ellenőrizhetővé vált, nem lehet fegyvert vásárolni a segélyből, illetve a hazánknak járó uniós források sem kerülhetnek Ukrajnába, mondta a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián hangsúlyozta, a záró dokumentumba az is bekerült, hogy Magyarországgal igazságosan kell bánni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság kisebb részben, nagyobb részben az Európai Parlament azért az elmúlt időszakban, az elmúlt években igen-igen erősen igyekezett túlterjeszkedni a saját hatalmán, tehát Magyarországot olyan dolgokért is felelősségre vonni, amelyeknek az ég egy adta világon semmi köze a jogállamisághoz, és mégis a pénzzel próbáltak zsarolni Magyarországot. Mire gondolok? Gondolok itt a migráció kérdésére, gondolok itt a gender kérdésre. Az elemző szerint nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajna további támogatásával, ugyanis az EU-ban jelét sem látni a béke iránti vágynak, viszont ha Ukrajna pénze elfogy, akkor Kijev megint az Uniótól kér majd támogatást. Tovább dagad a korrupciós botrány Ukrajnában a lőszerbeszerzés ügyben. Tegnap elbocsátották a Védelmi Minisztérium egy magasrangú beosztottját, aki ellen előzőleg büntető eljárás indult. A botrány amiatt robbant ki, hogy a tárca megrendelt 100 000 aknavető gránátot egy ismeretlen cégtől, ki is fizetett érte 14 milliárd forintnyi hrivnyát, de a gránátokat soha nem szállították le. Felfüggesztették tisztségéből Tomasz Nakhurt, az Ukrán Védelmi Minisztérium fegyver és katonai felszerelés fejlesztési főosztályának megbízott igazgatóját, jelentette be pénteken közösségi oldalán az Ukrán Védelmi Minisztérium. A bejegyzésben azt írták, a felmentés oka az, hogy a főosztályvezetőt egy büntetőeljárásban meggyanúsították. A rövid, alig pársoros közleményben arra azonban nem tértek ki, hogy az említett eljárásban a Védelmi Minisztérium több vezetőjét is, átszámítva 14 milliárd forint elsikkasztásával vádolják. 2022-ben ugyanis az Ukrán Védelmi Tárca tisztviselői 100 000 aknavető gránát megvételéről állapodtak meg egy addig ismeretlen céggel, összesen több mint 14 milliárd forint értékben. A Lviv Arsenal nevű vállalat azonban a tavaly februári végső határidőig sem szállított le egyetlen gránátot sem. Az előlegként átutalt teljes vételárat viszont ukrajnai és balkáni bankszámlákra továbbították. Visszautasítom a vádakat, a törvényeknek megfelelően jártam el. Így védekezett a keddi tárgyaláson újságíróknak nyilatkozva az Ukrán Védelmi Minisztérium egy korábbi osztályvezetője. Alekszandr Lijevet ezután az ügyészség megdöbbenésére a kijevi bíróság nem helyezte előzetes letartóztatásba, dacára annak, hogy példátlan korrupciós bűncselekménnyel vádolják. Eddig összesen 5 ember ellen emeltek vádat az ügyben, akik mind az Ukrán Védelmi Minisztérium vagy a fegyvergyártó cég emberei. Szakértők szerint azonban nem csak a korrupció az egyetlen aggasztó tényező az Ukrajnának küldött nyugati fegyverek körül. Rengeteg eszköz ugyanis a fekete piacon köt ki, vagy éppen a Közel-Keleten. A fegyvercsempészet miatt az EU és a NATO is riasztást adott ki. Mindeközben a kijevi kormány folyamatosan azért lobbizik, hogy a nyugat újabb és újabb fegyverszállítmányokat küldjön. Volodymyr Zelenszky 4 évvel ezelőtt még a korrupció felszámolásának ígéretével nyerte meg az elnök választást. Az ukrán elnök arra tett ígéretet, hogy megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági társadalmi rendszerét. Ezzel szemben azóta is folyamatosak a korrupciós botrányok.
Sőt, egy tavaly ősszel végzett közvéleménykutatás megállapította, hogy az ukrán lakosság 78%-a Volodymyr Zelenszkij elnököt hibáztatja az országban elharapódzó korrupció miatt. Sokak szerint az általánossá vált állami korrupció jobban hátráltatja az ország gazdasági fejlődését, mint az Oroszországgal folytatott háború. A korrupciós ügyek az ukrán elnököt sem kerülték el. A sajtó szellőztette meg, hogy Volodymyr Zelenszkijnek egy csaknem 4 millió eurós, 15 szobás medencés villája van Toszkánában, amit orosz oligarcháknak adott bérbe 2022 nyarán. De az ukrán kormány tagjai sem élnek sokkal szerényebb körülmények között. A napokban nyilvánosságra kerültek a 2021 és 2022-re vonatkozó vagyonnyilatkozatok, amit a Magyar Nemzet szemlézett. Ebből kiderült, hogy az ukrán politikusok hatalmas fizetéseket vesznek fel. Az agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter Mikola Szoloszkij például két év alatt átszámítva több mint 480 millió forintot keresett. 2021-ben a havi fizetése majdnem 30 millió forint volt. De a közösségfejlesztésért, területekért és infrastruktúráért felelős miniszter Olekszandr Kobrakov sem járt rosszul. Ő a bevallása szerint két év alatt csaknem 220 millió forintnyi fizetést kapott az államtól. A Magyar Nemzet cikkében hozzáteszi, mindezt abban az országban, ahol a minimálbér idén január 1-től 7100 hrivnya, azaz 63.900 forint. 40 tonna GMO-val szennyezett Ukrajnából származó kukoricavetőmagot foglalt le a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ezt az agrárminiszter jelentette be a közösségi oldalán. Nagy István hozzátette, a forgalmazó céggel szemben megindult az eljárás, a génmódosított vetőmagot pedig megsemmisítik. A magyar élelmiszerek a szigorú szabályozásnak és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak, az agrártárca pedig mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon. Határozottan kiállunk amellett, hogy a harmadik országból importált mezőgazdasági termékeknek is ugyanazoknak az előírásoknak kelljen megfelelniük, mint az Unióban előállított élelmiszereknek. Magyarország egészen addig fenntartja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek nemzeti importtilalmát, amíg nem születik azzal egyenértékű nemzetközi megoldás. A Fidesz szerint a nyilvánosságra került felvételek után már nincs mit tovább tagadnia a dollár baloldalnak, kiderült ugyanis, hogy Soros György érdekeit képviselik. Hollik István azt mondta, ezeket a pártokat a háborúpárti Soros hálózat egyszerűen megvásárolta. Tegnap írta meg először a Mandiner, hogy az Action for Democracy vezetése bevallotta, Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak 2022-ben. A magyar baloldalt külföldről pénzelik. Ez napnál világosabb. Akik a magyar baloldalt pénzelik, mind háborúpártiak, és azért adják a pénzt, hogy a baloldalon keresztül belekeverjék Magyarországot a háborúba, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban péntek reggel. Világos, hogy a baloldal Magyarországon nem a magyar emberek érdekét képvisel, mert nincs is abban a helyzetben, hiszen aki a pénzt adja, az rendeli a zenét. Az Egyesült Államokban tevékenykedő politikai kommunikációval foglalkozó cégvezető Eric Koch egy titokban rögzített felvételen azonban arról beszél, egyik munkája az volt, hogy rontsa a magyar miniszterelnök hitelét Amerikában. Majd további felvételek tanúsága szerint, ami nemrég került fel egy amerikai X oldalra, az Action for Democracy vezetői egymás után vallják be, hogy a szervezet támogatásai Soros Györgytől érkeztek. Ezt teszik Cathy Martin, az NGO kuratóriumának elnöke. És ezt erősíti a beszélgetésekben Wesley Clark, kuratóriumi tag is. Bár nem reklámozták, mégis pontosan tisztában voltak vele, hogy valójában a baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal, ismerte el az egyik videóban az Action for Democracy-t alapító Korányi Dávid. A felvételekből nyilvánvalóvá vált, állapítja meg a Mandiner, hogy maga Soros György amerikai spekuláns állhatott a rejtélyes mikroadományok mögött, akit egy jó szervezet
szervezett mechanizmussal igyekezett leplezni az Action for Democracy Karácsony Gergely volt főtanácsadója által vezetett csapata. A lap azt is megjegyzi, az is kiderült, hogy korányiék kifejezetten úgy építették föl az amerikai szervezetükön keresztül a támogatási rendszert, hogy ne kelljen nyilvánosságra hozniuk a támogatók nevét. Hát ezek megvett pártok. Beismerték így már ténykérdés, hogy a magyarországi baloldali pártokat külföldi pénzekből megvették, mondta Hollik István a Hír TV-ben a dokumentumokra hivatkozva. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, ezeket a pártokat a liberális, bevándorlás és háborúpárti soros hálózat finanszírozza. Innentől kezdve azt gondolom, hogy elfelejthetjük, hogy ők önálló magyar politikai entitások. Nem, ők soros politikai fiókszervezetei, magyarországi fiókszervezetei, érdemes rájuk ekként is tekinteni a jövőben. Ellentmond annak, amit ez idáig állítottak. Eddig azt hazudta a magyar balliberális oldal, hogy az amerikai NGO mikroadományokat gyűjtött számukra, most azonban lebuktak, mondta az M1-en Nagy Ervin. A 21. század intézet elemzője arra emlékeztetett, az ellenzék pártjai 2022-ben kihasználták azt a kiskaput, amivel külföldről fizetett milliárdokhoz juthattak a kampányban azért, hogy a kormányt megbuktassák és hatalomra kerüljenek. A befolyásolási kísérleteket hivatott a jövőben megelőzni a szuverenitásvédelmi hivatal. Amelynek az a dolga, hogy az ilyen eseményekre felhívja a figyelmet, elemezze, észrevegye, és hogyha azt látja, hogy van valami olyan beavatkozás, anyagi beavatkozás, vagy szellemi politikai beavatkozás a magyar belpolitikába, akkor azt jelezze a nyilvánosságnak, vagy a hatóságoknak. Az újabb információk birtokában a Mandiner arról számolt be, miután az Action for Democracy vezetése bevallotta, hogy Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak, egy magánszemély bejelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásbüntet gyanúja miatt. Már az LMP is kivizsgálná a Lánchíd korrupció gyanús felújítását, ezt írta a Magyar Nemzet. A lap arról kérdezte a baloldali politikai pártokat, hogy szerintük is szükséges a híd pénzbotrányban indított KEHI vizsgálat. Eddig egyedül az LMP válaszolt a Magyar Nemzetnek, azt írták, a korrupció minden formáját elítélik, és ha annak gyanúja bármely szereplő oldaláról felmerül, akkor a jogi eljárásoknak helye van. A gondos óra már több mint 6500 esetben nyújtott életmentő segítséget. Erről számolt be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója egy videóban. A diszpécserek példaként említették, hogy sikerült már kivezetniük az erdőből egy eltévedt időst a GPS jel alapján, de autóbalesetben is segítkeztek már, az órajelzés alapján értesítették a hatóságokat, akik perceken belül kértek a felborult autóban rekedt felhasználóhoz. Eddig a gondos óra már több mint 6500 esetben nyújtott életmentő segítséget. A gondos óra program Magyarország kormánya által elindított Európában egyedülálló szolgáltatás, amely ingyenes minden 65 év feletti honfitársunk számára. Eddig már több mint 500 000 regisztráltak. A gondos óra biztonságot nyújt a felhasználónak és megnyugvást hoz a hozzátartozónak. Magyar lány lett a Miss Spinner kerekesszékes szépségverseny idei győztese. A megmérettetésre 33-an jelentkeztek, közülük került ki a 9 döntős, a magyarok mellett egy orosz és egy olasz lány. Ez Európa egyetlen kerekesszékes szépségversenye. A szervezők azt remélik, sikerül hagyományt teremteniük. A szépségkirálynő élete egyik legnagyobb álma vált valóra Boldizsár Dalmának. Szépségkirálynővé választották. A fiatal lány 3 éve került kerekes székbe, akkor teljesen felfordult az élete, ám újra tudta építeni. Most egyetemre jár és rendszeresen sportol. Azt mondta, ez a győzelem hatalmas erőt adhat a kerekes székeseknek. Azt gondolom, hogy így még jobban reflektorfénybe kerülhetnek a székesek. Nem csak mi lányok, az összes székes is. Nem csak magunknak adunk erőt, hanem szerintem saját sportársainknak is, és szerintem az épp embereknek pedig nagyon sokat tudunk tanítani. Segít nekem abban, hogy nagyobb önbizalmam legyen. A lányok először egy videóban mutatkoztak be.
majd a közönség élőben is megismerhette őket, együtt vonultak fel a színpadra. A szervezők azt mondták, a mezőny sosem volt még olyan szoros, mint idén. A zsűri tagjai azt mondták, ezúttal nem csak a szépséget, a kisugárzást is pontozták. Azt szoktam mondani a fogyatékos sportolók esetében, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. Szerintem egy szépségversenyen is igaz ez. Attól, mert valaki fogyatékosként éli az életét, attól igenis tudjuk őt és kell is őt szépnek látnunk. A nemzetközi versenyt évek óta megrendezik, ezúttal is a 18 és 42 év közöttieknek hirdették meg. Feltétel volt, hogy a jelentkező kerekes székes legyen. Idén 33-an jelentkeztek, közülük került a döntőbe a 9 legszebb lány, a magyarok mellett egy olasz és egy orosz versenyző. A szépségverseny üzenete egyértelműen semmi más nem lehet, mint a szépség. Az, hogy egy kerekes székes lány ugyanolyan szép, mint bármely más éptársa. Ez a legnagyobb üzenete, hogy egyformák vagyunk és szépek a hölgyek, és ezt meg kell mutatni. Ez Európa egyetlen kerekes székes szépségversenye. A szervezők azt remélik, hogy ezzel sikerült hagyományt teremteniük, nem csak itthon, külföldön is. Ma este lesz látható Mága Zoltán nagyszabású újévi koncertje a Dunán. A show műsort még január 1-én a Papp László Sportarénában rögzítették teltház előtt. A produkció a nemzet színészei, nemzetközi hírű művészek és a hazai könnyű zenei élet kiemelkedő alkotói közreműködésével valósult meg. A hegedű művész újévi koncertjét este 21 óra 15 perctől láthatják a nézők a Dunán. Február 10-én indul a Dal 2024 a Dunán. A show műsorra több száz produkcióval jelentkeztek az előadók, az előválogatón pedig már 60 dalból kellett kiválasztani az élőadások 40-es mezőnyét. A győztesnek idén is egyedülálló lehetőséget biztosít a közmédia. Az évdala előadója egy világhírű stúdióban készítheti el majd a lemezét. Lázasan készültek az énekesek a dal idei előválogatójára. Nem kicsi a tét, hiszen idén is Magyarország legjobb versenydalát keresik a show műsorban. Most az a lényeg, hogy megtaláljuk azt a 40-et, aki a legjobban el tudja muzsikálni tényleg a dalát, attól lesz erős az élő műsor. Ahogy az énekeseknek, úgy a 4-tagú zsűrinek sincs könnyű dolga. A rendkívül erős mezőnyben számos nehéz döntést kell meghozniuk. Az ítészeknek az előválogatón 60 produkcióból kellett kiválasztania az élő show 40-es mezőnyét. A versenyzők között akadnak olyanok is, akik már nem először állnak a dal színpadán. A dalválasztóra évről évre egyre színvonalasabb produkciókkal érkeznek az előadók. Itt nem csak azt kell néznünk, hogy énekelnek, itt mi karrierek fölött döntünk. Te elmentél, és semmi nem maradt. Először izgult a fellépőkért az előválogatón a Bikini alapító dalszerzőjével, Németh Alajos Lojzival a kétszeres Emerton díjas énekesnő Szandi, aki könnyeivel küszködött egy-egy produkció után. A Jóisten olyan adottságot adott, hogy lent is ugyanilyen szépen szól a hangod, meg fönt is, anélkül, hogy erőlködnél. Meg a torok hang is, amikor, a fejhang is. Ja, azért nem is, amikor gyönyörű. Még... Azt mondják, mégsem bántam téged. A dal több mint egy évtizede támogatja a műfaji sokszínűséget és a hazai előadókat. És ma már meghatározó eseménye a magyar könnyű zenei életnek. A dal már visszatérő zsűritagja Egri Péter idén már harmadik alkalommal értékeli a Duna dalválasztójának versenydalait. Nagyon szeretem és nagyon fontosnak tartom a szerelmes dalokat, mindig meg tudnak hatni. Idén olyan pályaművek érkeztek be szerelmes dal kategóriába, hogy hát itt néztünk egymásra Lojzival, és volt, hogy törölgettük. Sziasztok. A szemünket. Úgy... Na milyen érzés volt? Úristen, nagyon izgultam. Tényleg? A Duna show műsorának házigazdái Rókusfalvi Lili és Fodor Imre is együtt izgultak a versenyzőkkel az előválogatón. Azt kell megnézzük szerintem, hogy ki az, akinél minden stimmelt. Zeneminősége, szövegminősége, zeneszöveg kapcsolata. A dal szentháromsága az ez. Legyen minden az asztalon, és hallgasson meg mindenkinek. Az egyszerűen, hogy minél többen hallgassák. Nagyon kiélezett küzdelemre számíthatunk majd. A zsűri több száz dalból választotta ki a válogatókra a legjobbakat. Az élő show műsor első válogatása
támogatója február 10-én látható majd a Dunán. Az új évadban 8 héten át versengenek a produkciók. Én már nagyon várom, hogy megtaláljuk az év magyar dalát. A győztesnek egyedülálló lehetőséget biztosít a közmédia. Az év dala előadója a legendás virághírű Hanza stúdióban készítheti el új lemezét a stúdió szakembereivel. És persze megkapja az év dala 2024 címet is. Ez volt a Híradó, most a Nemzeti Sport Híradó következik Urbán Ádámmal.